Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tormai Károly kitüntető cím alapításával Szekszárd megyei jogú város önkormányzata kifejezi elismerését Szekszárd város közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el az egészségügyi szakterületen, ezzel hozzájárultak a városi egészségügyi ellátás magas szakmai színvonalú biztosításához. Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a 184/2019-es számú határozata értelmében a városért kifejtett tevékenységét elismerve dr. Harangi Ferencnek, dr. Faludi Péternek és dr. Bali Ildikónak a Tormai Károly kitüntető címet adományozza. Dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvos Villányban született, és 1973-ban fejezte be tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és az első években a Pécsi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében, majd a Bőrgyógyászati Klinikán végezte gyógyító tevékenységét. Orvosi szakképesítéseit először a bőr- és nemi betegségek, majd a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén szerezte, melyet a gyermektüdőgyógyászat és később az allergológia és klinikai immunológia szakterülete követett. 1993-ban nyerte el kandidátusi fokozatát, 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem habilitációval ismerte el tudományos szakismereteit. 2008-ban nevezték ki a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztálya vezetőjének, és nyugdíjba vonulása után röviddel újra visszatért szeretett szakmájához, ahol azóta is végzi kiváló szakmai munkáját. Orvosi elhivatottságát mi sem mutatja jobban, hogy jelenleg is kisegít a budapesti Heimpál gyermekkórházban. Folyamatosan végzi szakmai tudományos munkáját, publikációi, hazai és nemzetközi szaklapokban is megjelentek. Aktív életet él, személyesen szervezi osztályának hajdani és leendő kollégáival közös kerékpáros kirándulásait, és kevés szabad idejét a családja körében tölti a legszívesebben, de mind a villányi, mind a szekszárdi borvidék iránti szeretete is fontos számára. Három gyönyörű leány unokájával töltött idejét mindennél jobban szereti, nagy örömére a legnagyobb unokával már együtt is tudnak közösen biciklire pattani és közös túrákat tenni. Dr. Harangi Ferenc így van életútjáról. Mindenek előtt köszönöm szépen ezt a Tormai Károlyról elnevezett kitüntető elismerést. Én Villányban születtem, és a középiskolai tanulmánya miatt Mohácson a Kisfaludi Károly gimnáziumban végeztem. 10 éves koromtól kezdve szerettem volna orvos lenni, és ez az elképzelés érettségi után vált tudatos elhatározássá. 1973-ban kaptam diplomát, orvos egyetemen, Pécset. A szakképesítéseimet Pécsett a bőrklinikán, gyermekklinikán és a gyermekkórházban szereztem. 2008 óta dolgozom itt Szekszárdon, és úgy érzem, hogy szakmai ismereteimet, tapasztalataimat itt és most tudom legjobban, legeredményesebben hasznosítani. A gyógyító munka mellett, a mindennapi gyógyító munka mellett a fiatalok képzését, munkáját tudom segíteni, támogatni. A munkatársaimmal bátran vállalkozhatunk szakmai továbbképzések, akár országos rendezvények szervezésére. És a gyerekosztálynak a felújítását, továbbfejlesztését is nyugodtan kezdeményezhetjük, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a kórház vezetői, orvos kollégái, a megye és a város vezetői, cégei, civil szervezetek ebben a tevékenységünkben támogatnak.
A közelmúltban közérzetemet az is nagyban javította, hogy három lányunokánk született, akiknek a feleségemmel együtt igyekszünk a legjobb mamája és papája lenni. Összegzésképpen azt szeretném elmondani és a fiatalok figyelmébe ajánlani, hogy itt Tolna megyében, azon belül Szekszárdon jó élni és dolgozni. Érdemes az itteni kedves emberek figyelmét és elismerését kiérdemelni. Érdemes figyelni a számos kulturális rendezvényre, és azok között válogatva egyik másikon részt venni. A dimbes-dombos tájakat és a szőlővidéket bejárni. Esetleg a szekszárdit egy-egy pincében időnként kóstolgatni. Ezt mint villányi gyökerekkel rendelkező ember mondom, aki Pécs után, hát immár Szekszárdot is lakóhelyemnek, otthonomnak tekintem. Dr. Faludi Péter, szülész, nőgyógyász, főorvos a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatott tanulmányainak befejezésétől kezdve 1973 óta dolgozik a Tolna megyei Balassa János Kórház szülészet-nőgyógyászat osztályán, és járta végig a szakma ranglétra lépcsőit, jelenleg is főorvosi beosztásban dolgozik. Sok ezer kisbaba köszönheti neki világra jöttét. Az elsők között került alkalmazásra Szekszárdon a hasi műtéteknél a szövetkímélő behatolási módszer, amelyet császármetszésnél ő végzett először az osztályon. Az országban az elsők között kapott az osztálya ultrahangkészüléket, a használatához szükséges ismereteket az elsők között szerezte meg. Aktív részese volt az orvostanhallgatók, szülésznők és más egészségügyi szakdolgozók oktatásának. Több mint 20 éve tagja a Kórházi Etikai Bizottságnak, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei területi szervezete Etikai Bizottságának 4 évig választott elnöke volt. Az elmúlt 4 évben választott tagja az intézet részéről az Országos Szakmai Etikai Kollégiumnak Balassa díjban, illetve a sportvezetői munkájáért miniszteri dicséretben is részesült. Társadalmi szerepeket is vállalt, 35 évig volt a kórházi sportkör választott társadalmi elnöke. Kérem, tekintsék meg a kitüntetettel készült riportfilmet. Szekszárdon születtem, de a születésemet követően rövid időn belül Bonyhádra kerültem. Gyermekkoromat, általános iskolámat és középiskolámat is Bonyhádon végeztem, majd a gimnázium befejezése után Pécsre, Pécsi Orvostudományi Egyetemre kerültem. Az, hogy én az orvosi pályát választottam, ennek volt több irányból indítatása. Az egyes szám az természetesen szülői volt, bár első generációs doktornak számítok a családba. A Pécsi Egyetem elvégzése után Szekszárdra kerültem, ez 1973-ban volt, a szülészet nőgyógyászati osztályra. Azóta is itt dolgozom,
segédorvosként, alorvosként, a soron kívül kineveztek adjunktusnak, majd pályázat útján elnyertem a főorvosi címet, és főorvosi beosztásban dolgoztam, dolgozom jelenleg is. Szokták tőlem kérdezni, hogy mi a hobbim, én erre azt szoktam mondani, hogy a szakmám, de ez nem egy helyes kifejezés, mert ez nem szakma, hanem hivatás. Az emberek iránti szeretet, az empátia, és az, hogy az eredményes tevékenység, amit az ember folytat, az úgymond visszaköszön. Jó látni azt, hogy amit az ember orvosként tevékenykedik, annak az eredményével találkozik. Ez különösen vonatkozik a mi területünkre, a szülészet, nőgyógyászatra, mert ha én végigmegyek az utcán, Szekszárdon, de nem csak Szekszárdon, hanem a megyében, nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik nálam szültek, vagy nálam születtek, sőt olyan is van, akinek már az unokája is nálam született. De nem csak szülészet van, hanem nőgyógyászati tevékenység is. De hát azért 45 év az nagyon sok idő, és nagyon sok tevékenységnek a, hát hogy mondjam, az eredménye. Én soha nem voltam nagyon híve az egészségügyön belül a jutalmazásoknak, meg a díjazásoknak. Én mindig úgy álltam a dologhoz, hogy, és ezt a véleményemet ki is fejtettem, aminek nem mindenki örült, hogy az egészségügyben nem díjazni kell, hanem az egészségügyi dolgozót, azt nagyon meg kell becsülni. Megbecsülni, tisztelni, és ha ez a szokás, hogy díjazzák, akkor ám legyen. Természetesen az ember nagy tisztelettel veszi azt, hogy egyáltalán gondolnak rá. Ennyi idő után még nem írták le teljes egészében, hanem azért az eltelt tevékenységét úgymond tisztelik és becsülik és értékelik is. Dr. Bali Ildikó, infektológus főorvos 1976-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd néhány évig pécsi orvosi tevékenység után 1982-től a Tolna megyei kórház fertőző osztályán folytatta gyógyító munkáját, ahol jelenleg is osztályvezető főorvosként dolgozik. Orvosi munkája mellett számos tevékenységet is ellát, a megyei májbeteg gondozó és hepatológiai interferon centrum vezetője, de tagja a Magyar Infektológiai Társaságnak és elnöke az Együtt a rossz májúság ellen egyesületnek is. Számos tudományos munka és publikáció szerzője, 1987-ben miniszteri dicséretben, 2017-ben Balassa-díjban, majd 2018-ban a fertőző osztály közösségének Balassa-díjában is részesült. Kiváló szakmai munkáját kollégái és betegei mind nagyra értékelik. Előadásaiban mindig nagy hangsúlyt helyez a család, társaság, lelki egyensúly harmóniájának fontosságára, betegséget megelőző voltára. Most tekintsük meg a főorvos asszonnyal készült riportfilmet. Már a gimnáziumba azért mentem, a Pécsi Lővei Gimnáziumba érettségiztem, egészségügyi szak középiskolába gyakorlatilag,
hogy orvos legyek. Ott 40-en voltunk az osztályban, mindenki orvos akart lenni, ebből 10 orvosok is lettünk. Tehát én már az általános iskola utolsó éveiben eldöntöttem azt, hogy orvos legyek, orvos leszek. Szerettem volna mindig segíteni az embereket, érdekeltek a betegségek, érdekelt a betegeknek a betegségekhez való hozzáállása, a gyógyítás. Tehát ezért mentem orvosnak, és nem bántam meg, mert ha újra kezdeném, ugyanezt tenném. Ez a kis kanyar, hogy a gyerekgyógyászatból infektológus vagy fertőzőgyógyász lettem, ez azért történt, mert amikor ide jöttem, akkor arról volt szó, hogy lesz egy gyerekosztály, új gyerekosztály, ami aztán 90-ben meg is épült, és ott lesz egy gyerekfertőző részleg. És mivel már van gyerekgyógyászatból szakvizsgám, csináljam meg a fertőzőt, és akkor ott lehetek részlegvezető főorvos, amiből aztán a végén nem lett semmi. De megszerettem nagyon a felnőtt betegeket is. Körülbelül 15 éve mi már gyerekekkel nem foglalkozunk, csak felnőttekkel. De sok-sok év alatt az orvostudomány rengeteget fejlődött. Úgy a diagnosztika, mint a terápia, tehát a gyógyítás. Csak gondoljunk bele abba, hogy 76-ban, amikor én végeztem, nem volt még Magyarországon gyakorlatilag ultrahangvizsgáló gép. A 85-ben Pécsre kellett még elmenni, hogyha valaki hasi ultrahangvizsgálatot szeretett volna, mert csak az egyetemen volt ilyen gép. Ma pedig már nemhogy ultrahang, de CT-vizsgálat, MR-vizsgálat, PET-CT-vizsgálat történik gyakorlatilag Magyarországon, és minden nagyobb kórházban, mint a Szekszárdi kórház is, ezek a vizsgáló módszerek a PET-CT kivételével elérhetőek. 1976-ban 8 antibiotikumot ismertünk. Ma ennek több mint 10-szeresét. Tehát sokkal nagyobb lehetőség van az fertőző betegeknek a gyógyítására, sokkal jobban, gyorsabban meg tudjuk őket gyógyítani. Nekem fogalmam sincs arról, hogy kinek jutottam eszébe és kiterjesztett engem föl, de ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm ismeretlenül is annak, aki ilyen szempontból gondolt rám, és megszavazták számomra ezt a díjat.